Ez a készfogás szentesítette az együttműködést a Tolna megyei kormányhivatal és Tamási város között a megépítendő munkásszállás ügyében. Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbizottja úgy értékelte, Tamási és vidéke a Duna melletti járásokhoz képest gazdaságilag hátrányosabb helyzetben van. Ezért mindenképpen célszerű, hogy a munkáltatás szempontjából a cégek és a munkavállalók érdekeit is szem előtt tartva próbáljunk meg olyan programokban részt venni, ami a települést, illetve a járást segíti. Borga Ferenc polgármester azt mondta, a Covid-járvány okozta visszaesést követően arra lehet majd számítani, hogy egy gazdasági fellendülés következik be, ez segítendő döntettek a beruházás elindítása mellett. Szeretnénk segíteni a helyi kis és középvállalkozásoknak a munkaerő gondjain. A támogatás feltétele az volt, hogy megállapodásokat kössünk a helyi munkaadókkal, olyan tekintetben, hogy a munkásszállón elszállásolt munkásokat alkalmazni fogják, illetve ezzel tulajdonképpen az ő tevékenységüket fogjuk nagyban segíteni. A munkásszállás 150 dolgozónak nyújt majd lakás lehetőséget. A megvalósítás szeptemberben veheti kezdetét, és két esztendő áll rendelkezésre a teljes befejezésig.